Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! 1969 óta október 15-e a Fehér Bot világnapja. Ezen a napon emlékeznek meg azokról, akik látásukat elveszítették vagy gyengén látnak. Az életkor előrehaladtával megnő azon betegségek előfordulása, melynek szövődményei veszélyeztethetik a látást. Ezt mondta kedd délután a Vakok és Gyengéllátók Pápa Kistérségi Csoportjának összejövetelén dr. Vörös Ibolya szemész szakorvos, a Gróf Eszterházi Kórház főigazgatója. A rendezvény aktualitását az is adta, hogy október a látás hónapja. Tóth Gergő, pápai kisdiák verssel köszöntötte a kistérségi csoport tagjait, majd dr. Vörös Ibolya szemész szakorvos szólt a megjelent látássérültekhez. A főorvosasszony elmondta, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az időskorral együtt járó keringési rendellenességek szövődményei fokozottan veszélyeztetik a látást. Nem tudom, és remélem, hogy sohasem fogom megtudni, hogy milyen az, amikor az ember elveszíti a látását. Az is nagyon szörnyű lehet, amikor szépen lassan történik meg ez az esemény, de az még szörnyűbb, amikor egyik pillanatról a másikra. Sajnos ilyen is előfordul. És jó tudni azt, hogy van egy közösség, ahova tudjuk és bátran irányíthatjuk ezekbe a nehéz élethelyzetekbe került társaikat. Németh Attila, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének megyei alelnöke a programon úgy fogalmazott, nagyon fontos a látássérültek érdekvédelme. 1901 óta létezik Magyarországon érdekképviseleti érdekvédelem a látássérültek érdekében, és 1918 óta a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége nevet viseli ez a szervezet. Fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy alulról szerveződő és egy önszerveződő dolog, tehát ezt a látássérültek hozták létre, és mai napig is a látássérültek dolgoznak benne. A látássérültek a mai időkben részesei szeretnének lenni a társadalomnak, ezt elérni azonban nem egyszerű, jegyezte meg Németh Attila. Mindennek az alapja a társadalmi szemléletformálás, de a látássérülteknek maguknak kell megtanítaniuk a látó embereket, hogy az elfogadás irányukba megvalósulhasson. Ehhez párbeszédre, érzékenyítő programokra van szükség. Emellett fontos lenne az is, hogy az akadálymentesítéseknél már a tervezéskor kérjék ki a látássérültek véleményét. Ugyanakkor lényeges az is, hogy a látássérültek saját végzettségüknek, kvalitásuknak megfelelően munkába tudjanak állni, hogy ez is hozzájáruljon a vakok és gyengéllátók minél teljesebb életéhez, hangsúlyozta a megyei alelnök. A program végén Németh Kálmánné kistérségi csoportvezető a pályázati lehetőségekről tájékoztatta a tagságot. 21 tűzoltó adott ma vért az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt közös akciójában. A minden év októberének második szerdáján megtartott természeti katasztrófák csökkentésének világnapja alkalmából Veszprém megyében két településen, Pápán és Veszprémben zajlott az akció. A tűzoltók ma délelőtt összesen közel 10 liter vérrel járultak hozzá ahhoz, hogy a kórházakban zavartalan legyen a vérellátás. A pápai vérellátó állomáson 21 tűzoltó adott ma vért, hogy ezzel is segítsék a kórházak vérellátottságát, a műtétek biztonságos lebonyolítását. Az akciót az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt szervezte. Itt helyben Pápán a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állományából 27 fő jelentkezett véradásra. A mai napon a megyében, még Veszprémben is ugyanígy megszervezték ezt a véradást. Tűzoltók évente ezt az egy napot mindenképp megfogják a véradás napja alkalmából. Ezen kívül vannak rendszeres véradók, akik évente 2-3, illetve akár még 4 napot is rászentenek a véradásra. A tűzoltóság olyan szervezet, aminek tagjai mindennapjait a mások segítése tölti ki. Ez is közrejátszik abban, hogy ilyen módon is próbálnak segíteni embertársaikon. Egyre többször találkozom közötti balesetekkel, ahol ugye mi mentjük meg a sérült személyeket, a benszorult személyeket, és tudjuk, hogy mi a folyamat, a mentők ugye a kórházba szállítják a sérülteket. Ha műtétre kerül sor, akkor ugye ott vért kell adni a sérültnek, a műtétre szorul embernek, így mi ezért is adunk vért. Az állomány körülbelül 10%-a rendszeres véradó. A parancsnok például idén már negyedik alkalommal segített.
Az egyik legidősebb tűzoltó Fusz Róbert 34 éve ad vért, évente minimum egyszer. De van olyan tűzoltó is, aki most először feküdt be a véradó székbe. Igazából már többször gondolkodtam rajta, hogy el kellene jönnöm, aztán most elég sokan jöttünk a tűzoltósággal, és gondoltam, akkor most nem hagyom ki, és segítek én is. Mottónk, hogy ahol tudunk, segítünk, hát akkor itt is. Az egyik szervező, a Magyar Vöröskereszt pápai területi szervezete örömmel vette, hogy ilyen szép számban adtak vért a pápai tűzoltók. Szeretnénk megköszönni, hogy a munkájuk mellett feláldozzák a szabadidejüket, mert ugye az is, azok is bejönnek, akik szabadnaposak, sőt a szolgálatban lévő tűzoltók pedig szervezetten és beosztva vesznek részt ezen a mai napon. Pápán éves szinten 3500-3600 fő között van a véradók száma. Aki szeretne vért adni, az a Séjei utcai rendelőintézeti laboratóriumban teheti meg, péntekenként 8 órától 11 óráig. Újra kiválóan akkreditált tehetségpont lett a Tűr István gimnázium. A kitüntető címet már 3 évvel ezelőtt megszerezte a neves pápai gimnázium, most újra elnyerték a kiváló minősítésű akkreditációt. A tehetséggondozó munkát tudatosan építi az iskola, tudtuk meg az intézmény vezetőjétől. A Tűr István gimnázium nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, s büszkék is az intézmény által elért eredményekre, fogalmazott a gimnázium igazgatója. Ez a díj egy visszaigazolása annak, hogy ez a tevékenység, az a munka, amit mi az iskolában folytatunk, az valóban sikeres és eredményes. Megnézték azt, hogy milyen módszerekkel foglalkozunk a diákokkal, mennyire szerteágazó a mi pedagógiai felkészítő tevékenységünk. Azt is megnézték, hogy a tehetséggondozó munka keretében milyen lehetőségeket biztosítunk a diákoknak, milyen szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk, és persze azt is megvizsgálták, hogy ezek a diákok milyen eredményt érnek el. A kiválóan akkreditált tehetségpont cím elnyeréséből több dolgot is profitálni tud az intézmény. Egyrészt egy olyan hálózat tagjaival váltunk, amely intézmények valóban a tehetséggondozással foglalkoznak, több olyan kapcsolatot tudtunk kiépíteni, ami az iskolánk előnyére válik. Más intézmények tehetséggondozó programjaihoz is tudtunk csatlakozni. Másrészt azért is nagyon fontos ennek a címnek a megszerzése, mert a pedagógusaink a tehetségpont hálózatokon keresztül több új képzésen is részt vehetnek. Ezek a képzések az intézmény pedagógusai számára ingyenesek, és nagy lehetőséget jelentenek abban, hogy a tehetséggondozással kapcsolatos ismereteiket továbbfejleszthessék. Az igazgató arról is beszámolt, hogy az egyik országos hetilap pályaválasztással foglalkozó kiadványában a Tűr Gimnázium az előkelő 8. helyen szerepel a 8 évfolyamos gimnáziumok összehasonlításában. Nagyon örülnek ennek, mert az országban számos kiváló 8 évfolyamos gimnázium működik, mondta el az intézmény vezetője. Az Ajkai Szent Györgyi Albert szakközépiskola minden évben megszervezi az Egy nap az egészségért elnevezésű megyei versenyét az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára. A környezetvédelemre, egészségvédelemre fókuszáló rendezvényen a Vörös Iskola 7. B-s csapata is részt vett idén. A versenynek közel 120 résztvevője volt, a pápaiak végeztek az első helyen. Az UNESCO 2015-öt a fény évének nyilvánította, ezért az idei megyei verseny témája a fény emberre, környezetre gyakorolt hatása volt. A fényterápiákról készültünk, annak néztünk utána, hogy az egyes színek azok milyen hatással vannak a lélekre, a testre. Ezekkel készültünk a gyerekekkel, illetve a fényszennyezésnek, ami manapság elég fontos ilyen környezetszennyezési fogalom, ezzel kapcsolatban készültünk, és ehhez egy makettet készítettünk. A zsűrinek nagyon tetszett a makett, maximális pontszámot kapott erre a pápai csapat. A maketten a fény ökológiai hatását elemezték a diákok, több jelenséget is modelleztek. A makett bal alsó sarkán azt láthatjuk, hogy a kikelt kisteknősök a hold segítségével szoktak ugye eljutni a tengervízhez. Ebben az esetben viszont nem tudnak, mert a mellette lévő városnak erősebb a fénye, és így hát nem tudnak eljutni a tengervízhez, mert a város felé mennek. Volt olyan részlet is a maketten, mely egy megtörtént esetet mutatott be. Géza a gólya Tószegen autókra támadt, csőrével megpróbált belecsípni a karosszériába. Makett közepén a gólya azért áll az autón, mivel a vízszintes polarizációs fény miatt a holdfénye pont úgy törik meg
az autó tetején, mint hogyha egy tó lenne, és emiatt valószínűleg a rovarok és a békák is elpusztultak ebben a csapdában, és a gólya ezért szállt az autó, és ezért kopácsolta. De nem csak a makett kapott szép pontszámot, a vörösös csapat jól szerepelt a sportos feladatokban és a totóban is, valamint egy jól sikerült történetet is írtak, melyben megjelent a szenvedélybetegség. A Vörös Iskola 7. B-s csapatáé lett a megyei verseny 50 ezer forintos fődíja, melyet kirándulásra fordítanak. Ybl Miklós épületeit bemutató kiállítás nyílik a Jókai Mór Városi Könyvtárban október 16-án pénteken. A tárlat az intézmény egyik legnívósabb rendezvénye lesz, igazi kuriózum, mondta dr. Herman István igazgató a ma délutáni sajtótájékoztatóján. Már építik a Jókai Mór Városi Könyvtár munkatársai a kiállítást, mely Ybl Miklós épületeit mutatja majd be. Lesznek teljes makettek, aprólékosan kidolgozott részletek, illetve képes illusztrációk is. Szerintem a 90-ben rendezett Pápai Ősgaléria kiállításunk, ez a következő legnívósabb kiállítás. Egy olyan anyagot tudtunk összehozni, ami messze meghaladja azokat a lehetőségeket, amiket egy átlagos kiállítás alkalmával a könyvtár össze tud hozni. Ybl Miklós építész születésének 200. évfordulójára a Budapesti Műszaki Egyetem és Budapest Főváros Levéltára közösen hozott létre egy kiállítást. A BME diákjai készítették a maketteket, a levéltár pedig biztosította a kiegészítő anyagot. Ez az anyag Budapest Főváros Levéltárában van, mert az anyag zöme az budapesti, és az Ybl hagyaték is a Budapesti Főváros Levéltárába került. És a kettő együtt fogott össze, egyébként hatalmas, jelentős támogatással megvalósult kiállítás volt, önmagában is látványos. A kiállítás nem csak anyagában jelent újat és mást az eddig megszokotthoz képest, de a látogatókat még egy meglepetés várja a könyvtárban. A kiállítás megnyitója pénteken 16 órakor lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A tárlat érdekessége még az, hogy nem a hagyományos módon tekinthető meg, hanem az emberi kíváncsiságra építve ilyen kis lyukakon kukkanthatjuk meg a kiállított maketteket. Holnap nagy mennyiségű csapadékra számíthatunk, jöjjön az időjárás jelentés. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Tiszántúlon és Borsodban elszórtan, máshogy sokfelé várható eső, zápor, a Dunántúlon és a középső országrészben zivatar is lehet. Elsősorban a Dunántúlon több helyen nagy mennyiségű eső valószínű. A többfelé élénk keleti, délkeleti szelet helyenként erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 20-21 fok is lehet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, várom Önöket, viszontlátásra!